A Vasas elleni hazai győzelmet követően Török Bálintra is a siker reményében utazott el a nyíregyházi együttes. A vendégek ennek szellemében kezdték a meccset, az első negyedet 8 ponttal nyerték a cápák. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Blue Sharks. Fordulás után némileg kiegyenlítettebb lett a játék, de a Nyíregyháza tartotta előnyét. A záró negyed ugyan 2 ponttal a hazaiaké lett, de a szinte minden mutatóban jobbnak bizonyuló vendégek magabiztosan szerezték meg első idegenbeli győzelmüket. Végre úgy játszottunk idegenben, ahogyan kellett volna eddig is szerintem. Az első pillanattól kezdve úgy gondolom, hogy mi uraltuk a mérkőzést, és ezt a kontrollt ki sem engedtük az egész mérkőzés alatt a kezünkből. Ennek eredményeként úgy gondolom, hogy egy alapvetően magabiztos győzelmet tudtunk aratni idegenben. Talán egy picit ráébredtek a srácok, hogy milyen céljaink vannak a bajnokságban, és próbáltuk kinyitni a szemeket annak érdekében is, hogy nem mindegy, hogy hol veszítünk esetlegesen, és nem szabad azt megengedni, hogy olyan csapatok verjenek meg minket, akik szerintem papíron nem erősebbek, mint mi. 5 fordulót követően a Veszprém és az Oroszlány 100%-os az NB1B piros csoportjában. A 3 győzelemmel és 2 vereséggel 7. helyen álló Nyíregyháza Blue Sharks pénteken nagykörösen lép pályára. Nagyon bízom abban, hogy a játékosoknak a felfogása ugyanaz marad az idegenbeli mérkőzésekkel kapcsolatban, mint ami az MTK-nál is tapasztalható volt, és úgy gondolom, hogy egy ugyanolyan játékkal, egy erős védekezéssel megközelítőleg ugyanazt az eredményt lehet majd elérni. A 6. forduló további párosítása a következő: Bonyhád Vasas Akadémia, Oroszlány Mavc, Veszprém BKG Prémese, Békés Budapesti Honvéd, Miskolc MTK Török Bálint és PVSK Budafok.